domináltunk, ránk volt a labda, igazából végig ők próbálkoztak inkább a kontrára játszani. Tényleg egyszer-egyszer tudtak csak elmenni, mi uraltuk a játékot. A helyzeteink is megvoltak, jobban be kellett volna fejezni, és akkor talán nem lett volna megint csak ilyen izgalmas, de úgy gondolom, hogy tényleg egy nagyon nagy csapatmunka volt, és tényleg a 93. percig sprinteltünk, és együtt ezt megcsináltuk, hogy legyőztük a Zsolnát. Mindegy, ki rúgja a gólt, csak nyerjünk, és legyen meg a 3 pont, ez most nagyon fontos volt a csapat számára, úgyhogy tényleg gratulálok a srácoknak. Jobban szeretünk játszani, már többször elmondtam, ilyen szlován és Zsolna csapatok ellen, hiszen ők bátran játszanak, és a mi pressingünk sokszor jól sikerül, hiszen ők ki akarják hozni a labdát, és nem csak belerúgnak a labdába, mint a kisebb, idézőjelesen kisebb csapatok. Úgyhogy nem megből a taktikában, nagy meccs volt, nagy győzelem, sok néző előtt, úgyhogy örülünk neki nagyon. Múlt héten épp nekem azt nyilatkoztat, hogy ha kijavítják, megveritek most a Zsolnát a Rózsahegyi bukta után, akkor ki van köszönve a csorba, hát ez most sikerült. Kb. Tiszta, hogy velem ennyit futhattam, mert óriási vízhordó munkát végeztél ezen a mai meccsen. Hát valakinek muszáj. Nem, hát ugye amikor nem tudom igazából, hogy miért csinálom ezt, próbálok mindenkinek segíteni, aztán a végére meg is éreztem, amúgy, hogy elfáradtam. Vannak céljaim a jövőben nézve, úgyhogy mindent próbálok kiadni magamból, és ennek köszönhető, hogy ennyit megyek, ennyit dolgozok, ennyit vagyok játékba, úgyhogy de nem rólam szólt ez a meccs, hanem a csapatról, nagybetűs csapatról, úgyhogy ez egy nagy siker ismét, úgyhogy várjuk a folytatást. Jobban élvezed ezt a stílusú játékot, mint amikor a védelembe kell helytállnod? Én mind a kettőt élvezem, csak játszok. Így most előrébb játszok. Nem vagyok annyira hozzászokva a kapu előtti szituációkban, nekem fejlődnöm kell, hiszen egész életemben a védelem előtt voltam, mint osszogató. Úgyhogy próbálok ebben majd fejlődni, de igazából, hogyha nyerjük az ilyen meccseket, akkor igazából nem gondolkozok ezen, a többi része rendben van. És egy picit a taktikáról azért mondj kérlek néhány szót, ez a pressing, ez tudatos volt a Zsolna ellen, hogy erre fognak játszani, hogy kihozzák a labdát, és ezt meg kell akadályozni? Hát igen, egy nagyon komoly stábunk van, akikkel minden nap van videózás, és ezt túlzás nélkül mondom, és emberekre lebontva, kinek, mikor, hova kell mennie, hogy csinál, és ezt be is gyakoroljuk. Úgyhogy ezek azért nem véletlen dolgok, ezek azért hatalmas sikerek a stábnak is. Szerintem nekik még majdnem nagyobb ilyenkor, mint nekünk, hiszen tényleg 0-24-ben melóznak, látjuk is, úgyhogy tényleg erre büszkék lehetünk.